Ingyen szauna, gyerekek! Víz folyik le rólam. Pedig nap se süt. Ja, borús volt, kicsit elébb egy pár cseppes sős esett, és csuktam ablakokot minden. Ez jó, mert így könnyebb dolgozni. Mondjuk bent tényleg olyan így is, mintha szaunába lenné. Mert ugye a levegő ilyenkor nem mozdul, nem fúj a szén. És, ja, szar. De nem mindegy, egy kicsit izzadni nem árt. Na, elég jó haladok. Kint nagyjából meg vagyok. Amíg vissza kell csavarozzam a légkondinak a tetejét, létrát oda teszem. És, ja, békalkoztam itt minden csavarfáját, minden összetevést. Nem néz ki olyan profin, de jó van az úgy. Ja, amiket itt még békalkoztam, mielőtt jöttem el még Connecticutbe, még mindig jól állnak. De ez faszább anyag volt, ez a 100% szilikont használtam. És most ezt a latex kalkot használom. Abba is van szilikon, de nem 100% szilikon. De remélem ez is hasonló lesz, ha már megszárad, akkor olyan jó gumis lesz, meg nem törik meg. Hát vízhatlan kintre is jó, de jobb lett volna kintre legalább 100% szilikont vegyek. Na, de mindegy, ez is működik. Hogyha látom, hogy gyengékedik, még mindig rá lehet húzni. Ah, itt az aját nem húztam be. Hát csavarfáják, mint kicsi habcsókok. Itt körbe, itt ott még behúztam ezeknél. Na. Belül is már nagyját behúztam. Azt hittem nem lesz elég a kalkom. 4 tubussal volt, csak azt hittem 6-ot vettem, de kiderült, hogy csak 4 volt. És de elég lesz szűkön. Itt is behúztam a csavarfejeket és a repedéseket. És akkor most már csak a festés maradt itt a fürdőszobát, kifestem teljesen. Itt belül már nagyon nem festek. Előbb le akartam festeni az ágyat és fehérre, meg a padlót is. De hát eléggé fölösleg, és miért fessem le, ha megveszik, úgyis van, aki szőnyeget tesz, karpitot, vagy mit tudom, miket, aztán az ágynál nem is igazán számít, mert ott tesznek egy nagy matracot se. Ja, de itt is behúztam a csavarfejeket, csak egy kicsit koszos ezt, még letörülöm, vagy az is lehet, hogy lefestem. Az volna jó az egészet lefesteni, hogy szépen egyszínű legyen két rend fehér festékkel. De azt hiszem fentre a csúfú néz itt ki, azt hiszem, hogy teszek ide egy lemezt, hogy takarjam el ezt a repedést, meg ezt. Mert hogyha kezdném kalkozni, az tokány lenne. Meg itt puha is, úgyhogy ja, még felül kell ott behúzzam, és itt-ott kicsi lyukak vannak, meg csavarok, ott elfödjem, meg a staple-öket. Ezt elfelejtettem megnézni. Jaj, de ez a műanyag pánt, amiben az a redőnyös ajtó csúszik. Duct tape. Ja, ez az ajtó itt le volt zárva, amikor az oldala le volt romolva, a teteje a trailernek. Szúnyogok ne tudjanak bejönni. Na, még a budát kell visszafogassam, lesz hamar menjem. Hát ezt felcsavarom, egy csőjön belé. Ide ezt felcsavarom. És két csavar, ilyen nagy fejű csavar. Fejt ide belé kell tenni. És akkor egyet fordítani egy kicsit, egy ilyen 2-3 centit se. Megakad, s kész. Ja. Ennek ilyen dupla izéje van, flush és rinsz. Ja, az egyik csak a vizet enged, és a másik kinyitja azt a lappancsot.
Hát ez a... Jó, ez az öblítő, ez csak a vizet engedi meg, és ez a flush, a lehúzó. Aqua Magic. Na, ezt visszaszerelem. Befejezem a festést. Kalkozás, kész vagyok. Ja. Olyan még a barna kalkot. Felkenem ide-oda a butorok körül. Meg itt ugye mondtam, nem repedések ezek a padlón, hanem ragasztott padló ez. Kicsit szétnyílott, szétcsúszott helyenként. Ott behúzom egy kicsi barnával, hogy ne legyen ez a rés. És itt ott a butorok körül szépen behúzom. És annyi, ezt hagyom itt, ezt a bútordarabot, mert soha nem szerettem, nagy és nehéz. A fiókok nem jönnek ki könnyen, kicsit szorulnak, úgyhogy mindig utáltam. Adta valaki ajándékba még Connecticutbe, vagy ki volt dobva, mit tudom, valonnan összeszedtem. Na, de ez az ajtó, aminek meg kéne kapjam a felső felét. Ez így működik, ne? Vannak ezek a kicsi bigyócskák a tetején. És az volt egy darab műanyag, ami a fel volt plafonra szerelve, és az ezek a bigyók abba beleakadtak, ugye, hogy tartsa egyenesen. Aztán az alja szabadon járt. Barát, ja, nem működne jól az izé nélkül, az a műanyag pant nélkül. De nem kapom meg valamit, ki tudok találni oda a fabrikálok valamit. Na. Jó, ja, légkondit visszatenni, befejezem a festést. Kalkozás, á vagyok menve. Zsák szemét, ezt viszem magammal. Ezek a panelek megmaradtak. Ezekből egyet dörög most is. Ezekből kapok egy kicsi ügyes kockát. Az a baj, nincs itt fűrészem, hogy levágjam, de ollóval azt hiszem el tudom vágni. Ez az ne. Ezt ügyesen oda felfogatom a falra, felcsiptetem néhány csavarról, takarjál a izét, a törést. És ennyi, két palackot azt adom vele. Még is cserítem. Ott slagot, ez két tiszta új slag. Közel 50 dollár volt a kettő, 40 valamit fizettem, ha jól emlékszem. És két palackot azt adom, az egyikben még gáz is van, egy ilyen félig lehet. Kitakarítottam ezt a másik felit itt. Ez csak így ilyen rakodótér. Volt ez az izéjük, itt ezt visszacsináltam, kisepértem. Ez a kar, amivel engeded, lesz fel a... A ajtót kinyitod, a bedugot, tekered, lesz fel, és ugye úgy veszed le a lábáról. Szebbé tesszük. Jaj, de kiesett a zárnak a bele. Ezt kell egyet keressek ide. Vagy leveszem arról az oldalajtóról. Ami tulajdonképpen itt nincsen semmi. Fal van csak. Régebb volt valami, de nem tudom, hogy miért volt ott réshagyva. Hát nappaliból, ha áramot valamit hosszabbítót kidugni. Mit tudom én, macskának. Na, nek még egyet falják a dinyéből. Mutassam meg a dinnye felszerelést itt. Ó, egész jó néz ki így lekalkozva. Ja. Na, így működik itt nálam, ne. Na, az a baj, hogy most nem tudom, a kamera nincsen. Megtettem a kamerát. Értitek, hogy mi itt a csár. Ketté vágtam a dinyét. Fel itt már megettem. Benne van a kanál, és így visszaborítom, hogy ne menjenek bele a bogorok. És ezen ne izén ülök a hablemez darabom. Férdem, milyeneket roppom, mikor legugolok. Sok kosárlabda tönkretette annak idején. De van az előtt is kattogós út. A legények úgy látom befejezték a villanymunkát. Sáncot ástak.
csövet fektettek. A négyes az udinja. Magtalan ez a tegnapi magus húr. Jobban szeretem a magtalan, mert könnyebb enni, de magus sohasem nincs ból. Ma nem valószínűleg szedem ki a magokat, mint régen, hanem csak eszem, se valami útba kerül magos kitöpöm, de... Vágja a füvet a szomszéd. Kutya ugassa. Kutya nem szereti a gépeket, autót, motor, gép, ugat mindent. Egy kicsit még kóbótos ez a kutya. Na jó. Mindjárt, hogy haladjak, befejezem ezt a dinyét. És a festés, az apróságok, hogy akkor csinálok pár fényképet, csinálok egy videót is, és nyomom fel a Craigslistre, talán még az eBay-re is. Fix árba teszed, vagy nem is. Van, hogyha egyféleképpen csinálod ingyenes, nem is kell fizess. De háladod, akkor így is úgy is kell. Ezután biztos kéne fizessek, hogy 100-150 dollárt eladom 3000 körül. Na, de Craigslist-tel kezdjük egyelőre. Na így. Na. Koszos vagyok, izzadt. Befejeztem, gyerekek, a munkát. Meg vagyunk. Eladásra kész van a lakókocsi. Na, nagyon örvendek ennek. Ugye nem tudom, hogy ti láttátok-e a képet, hogy hogy nézett ki tavaly júniusban, mikor volt az a baleset, mikor leüttettem itt a fél oldalát, a tetejét. Meg kell keressem. Na mindegy, egy drótkötés odrony, amivel a villanyoszlop ki volt feszítve. Levágta a sarkát, és bevágott egész a fürdőszobáig. A slide, ami hálószobában volt, meg ez az óda, a teljesen leszakadt. Tetőből is leszakadt, úgyhogy nagyon csúnyán nézett ki. Na, de megtalkultam. Az elején egy kicsit Péter segített, mielőtt ment le Ecuadorba. És nagyon rusztikus az a kicsi plexi ablak belőről, és egy kicsit messze maszatoltam a festéssel. Ja. Na mindegy, az a lényeg, hogy működik. Azt, hogy hogy néz ki. Aki ezt meg fogja venni, nem az éveszi meg, hogy milyen csinos. Na. Kicsit megmutatom belőle, és aztán menjek, mert a szomszédok meghívtak vacsorára, milyen jó. Hát, tehát ma is a nap, azt hittem, egy fél nap elég lesz, de elhúzódik az idő. Úgyhogy, ja, 6 óra van már, 6 óra is elmúlt, 4-7 felé van. Éhes is vagyok, ma csak egy közepes dinyét ettem. Még vizet se ittam, nem is hoztam. Na mindegy, a lényeg az, hogy megvagyunk. A bar még egy kicsit egy második rendet ide-oda fel akarok tenni, úgyhogy lehet hónap még visszajövök reggelibe. Most úgyis esik, még megyek vacsorázni, még szélszámokat el kell rakni, meg minden. Úgyhogy lehet nem lesz időm, meg kell fényképeket csináljak, meg videót, meg minden. Na, de nézzétek meg, így néz ki most. Jobban néze ki. Ugye ez még csak a primer, tehát az első tettemre, ezt még szépen le lehetne rollerezni egy második rendás, még szebb lenne. Ez ablak még jobban néz neki, belül is tettem volna egy plexit, meg rámát tettem volna, trimeket, ilyesmi, de jó van az úgyis. Mennyezetet még teljesen nem festettem le, csak itt-ott, ha lesz idő, majd lefestem. Na, és itt a fürdőszoba. Szép fehér. Most emlékeztek-e tegnapi videón milyen barna volt? Ja, nem néz ki rosszul. Itt ott befogtam a lyukakot, kiszilikonoztam, kikalkoztam.
és lefestettem mennyezetet is. És jó. És le akartam az egész fürdőszobát festeni, de nincs most időm, úgyhogy ha nem kell el, akkor még dolgozgatok rajta. Na, ennyi volt. Ezt a barna kalkot még nem használtam fel ide a butorok köré. De, meg a padlóra, de az lószar, az mindegy, ha megvan, ha nem. Na, ennyi. Itt belül sokat nem csináltam. Még oda akartam egy második rendet felkenni a falra, de majd hónap. Jó lenne lefesteném fehérrel ezt a izét, a foam insulation-t. Na, ablakot csukjuk le. Jó. Hűtőnek is van egy kis probléma, majd elfeledkeztem arról. Valami termosztát, vagy valami benne nagyon hideg lemegy, tehát fagyasztó lett a hűtőből is. Valami ketyere áll van. Fórumokon néztem, azt mondták, nem nagy dolog, csak nem volt időm azzal is foglalkozni. Na jó. Menjek, vacsoráljunk. Ötözzek fél, mert az alsó gyalomba vagyok. Olyan meleg van, folyik rólad a víz, izzadsz. Nem bírod olyan sok izét magadon tartani. Sok ruhát. Ha? Tomahawk. Na. Elkövöd a hátra megyek, s... A szemetet ezt elviszem. Végül is megéltem négy doboz kalkol. Bár nem is viszem most el, mert vizes nem teszem, de hónap is elér. Festékeket itt hagyom. Hónap még egy picit utána festek a dolgoknak. Na jó. Ennyi volt, gyerekek, még a vacsoránál bekapcsolom majd a kamerát.